Köszöntöm itt a stúdióban ez alkalommal Móringer Lajost. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket, és nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, elmutatom a dolgaimat. Hát igen, amiről beszélgetni fogunk, arra nem biztos, hogy az a műsoridő elég, amit itt kitűztünk, de megpróbálunk biztos azért sok mindenről szót ejteni. Egy olyan fantasztikus kerékpár hozott be nekünk ide, ugye, amivel nem is olyan régen megnyerte ezt a díjat, ami egy 1939-es gyártmányú csoda névre hallgató típusú kerékpár. Először is talán a legelején kezdve, hogy került ez önhöz annak idején? Hát én szerencsésen jutottam ehhez a biciklihez, mert vagy 4-5 éve körülbelül megláttam ezt a biciklit a Mikszász Kálmán utcában, egy idős bácsi járt vele a szülőjébe, és sajnos aztán ő később meghalt, és én nekem ez nagyon érdekes volt, hogy ezt jól lenne valahogy megkapnom, és a feleségével megbeszélve sikerült, a én tulajdonomba került a bicikli, hát azóta járok vele szinte naponta. Igen, és arra is fogunk beszélgetni, hogy már mi mindent és mennyi kilométert tudott maga mögött a hosszú évek alatt ezzel a biciklivel. Ami érdekessége, ami miatt a díjat megkapta ez a bicikli, az egyértelműen az volt, hogy abszolút minden alkatrésze eredeti rajta. Igen, eredeti az összes alkatrész, és eredeti a festés, tehát nincsen föltuningolva, átfestve, átkrómozva, és az, hogy naponta használom, és annak is tulajdonítható, hogy megnyerte, hogy a esztergomiak, a kertvárosiak, a párkányiak, a garamkövesdiek mind szavaztak rá, és ezzel nagyon sok 262 szavazatot kaptam, holott a második az 50-60 körüli szavazatot kapott. Igen, hát ez minden esetre mutatta az egyértelmű fölényt, ez jelezte. Mit tudhatunk erről a bicikliről? Mi a jellegzetessége, jellegzetes tulajdonság ennek az 1939-es csodának? Ez egy női bicikli, de minden eredeti, és akkor annak idején ezeket a bicikliket úgy csinálták, hogy minél tovább tartson, tehát erős alkatrészek, és könnyen kezelhető, minden eredeti rajta, eredeti a nyaktábla, eredeti a szarvas rajta, a biciklinek a fényezése, a csíkozása, a pedálgumi, a fehér pedálgumiban benne van, a VM, a lánckerék csoda feliratú, az összes láncszembe benne van a WM Weiss Manfred, akkor a fafogantyú, a csengő, a csengőnek a nyomója, a csengőnek a tetején rajta a szarvas, a Weiss Manfred, a VM, a vázba bele van ütve a VM, akkor a hátsó pedál, a hátsó agyban, benne van a torpedó agyban, hogy 39, ami bizonyítja, hogy 73 éves, és a hátsó kis macskaszem, az is eredeti, a csomagtartó, a szerszámtáska szép benyomattal, ilyen szép, műves, nagyon szépen készen, ki van dolgozva, a nyaktáblán rajta a csoda, a szarvas, a VM, úgyhogy tényleg... Ez egy igazi klasszikus darab, azt elmondhatjuk, hiszen még ilyen biciklikkel annak idején talán a világháborúban is ugye közlekedtek, igen, sőt, igen, használták. Igen. Hát ez is ugye, hogy 39-ben készült, voltak a versenyben 42-ben készült biciklik, de azok nem ennyire eredetiek, és még az is számított, hogy ez a bicikli nyerte meg, hogy a szöveg, amit írtam mellett, amit lehet látni az interneten, az is egy eléggé jól össze lett szerkesztve, és a fénykép, ami ugye rajta a esztergomi bazilika, ami szerintem szintén nagyon sokat jelentett, hogy szép a háttér. Így van, közben itt a nézők is láthatják. Azért arról mindenféleképpen még ejtsünk szót, hogy az önök napi rutinja, az önök napi menete az hogy áll? Hiszen még a mai napig is 72 évesen több 10 kilométert is megtesz akár egy nap. Igen, hát most is ugye kertvárosból bejöttem, hát naponta, ha el kell menni bevásárolni, nyilván biciklivel megyek, mert olyan jó a kormány, hogy a szacsot könnyen rá lehet tenni, tegnap is rengeteg dolgot raktam rá, és elbírja, akkor járok vele, például elmentem tavaly, lementem vele Nagymarosra, Szobon keresztül, és akkor visszafele Zebegény, és úgy Szob, és úgy át a Vasúti hídon biciklivel, Helenba, és Garamkövesd, és a Párkányi hídon jöttem haza Kertvárosba.
Önnek nagyon sok túrája is volt. Igen, voltak túrák. Magas Tátrába is járt. Hát igen, 59-ben voltam először egy szovjet túragéppel egyedül, de akkor még Pesterzsébeten laktunk, és onnan mentem föl a Magas Tátrába, 10 nap alatt megjártam, de úgyhogy akkor még Komáromnál lehetett átmenni a hídon, és akkor úgy jöttem a Dunaparton végig, Karva, Léva, Zólyom, Besztercebánya, Breznóbánya, Poprád, és úgy föl Tátra Lomnizba, akkor a Tátra Lomnizba fölmentem a Magas Tátra csúcsára, onnan lejöttem a Lanovkával, és onnan következő nap mentem Dobsinára, ott a Dobsinai jégbarlangot megnéztem, és mindez biciklivel, semmi gond nem volt, egy ilyen túra biciklivel, és akkor visszafele Rozsnyó, Rimaszombat, és újra a Zólyom, és ugyanúgy vissza. Nem ez semmi. 10 nap alatt körülbelül 1000 kilométer, 59-ben, ami akkor még nagy szám volt, mert tényleg hát biciklivel azért akkor még lehetett közlekedni, nem volt ez a nagy autóforgalom. Igen, igen. Kicsit akkor visszakanyarodva a történetekhez, hiszen nagyon sok mindenről tud nekünk beszélni. Nem olyan régen volt egy úgynevezett igen. csalános túra, igen. ahol ugye ez a veterán közösség részt vett méghozzá, igen, sokan 45-en, és ön is ott volt. Igen, hát itt is 45 biciklis és 45 régi bicikli vette részt ezen a túrán, a csalános túrán Kecskeméten. Ott van egy kerékpár gyártó, illetve kerékpár javító műhelyes Pap Zoltán nevű veterán kerékpáros barátom, aki meghívott minket, és erre elment. Hát nehéz volt kicsit elmenni, mert ugye most nincsen vonatpótló busz van, nincsen vonat, de meg tudtam beszélni, hogy a buszra föltettük reggel a első vonatpótló buszra a biciklit, úgyhogy le tudtam menni biciklivel. Részt vettünk, ez 2x9 kilométer, 9 oda, 9 vissza volt ez a kis túra, Kecskeméten végigmentünk a városban, 45 régi biciklis, mindenki ámult, bámult, ott pont volt egy ilyen ünnepség. Önnél volt a legidősebb bicikli? Nem, voltak ott a öregebb biciklik. Biciklik is, de hát volt sok, amelyik nem vett részt ebben a versenyben, tehát nem nevezett be, mert hát csak 20 benevező volt. Lényeg az, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és ott a Pap Zoli egy kakaspörkölttel megkínált minket, túros csúszával ott kint a szabadban, és utána én énekeltem, mandolinoztam, elénekeltem egy kakasnótát, ami ugye stílszerű volt a kakaspörkölthöz, ezzel is kicsik fölvizítottam a társaságot, és kaptunk egy ilyen emléklapot mindenkinek, ugye aki elküldték, ott, akik ott voltunk. Ízlett a kakaspörkölt? Ezt nagyon azért kérdezem szakmai szemmel, mert nagyon finom volt. Mesterszakács. Igen, 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 igen. Hát ez finom volt, és tényleg a sok biciklizés után azért jól esett ottan. És akkor utána lehetett iszogatni egy kis málnaszörpöt, egy kis üdítőitalt, mert azért szeszes italt nem szabad inni biciklivel, mert végigmentünk a városon, még a kerékpárosokat is úgy ellenőrizhetik. Így van, így van, így van. Hát a szabályok mindenkire vonatkoznak, az biztos. Igen. Még egy kicsit arról, hogy nagyon-nagyon régóta van a bicikli az életében. Azon túl, hogy a Tátrában már 59-ben, ahogy említette, igen. túrázott a gyerekeivel, is nagyon sokat biciklizett, és voltak különleges biciklik is, ezt már nézők mindjárt láthatják képekben igen. is. Melyik volt a legkülönlegesebb bicikli az életében? Hát édesapám annak idején 48-ban vett egy női kerékpárt, Trényi nevű márkájú kerékpárt, azon tanultunk meg a nővérem is, meg én is biciklizni. Sajnos már nincs meg, mert egy pár évvel ezelőtt kidobták, nagyon sajnálom a lomtalanításkor. Na ez egy nagyon szép kisipari bicikli volt, aminek a váza nem így derékszögbe csatlakozott egyik vázhoz, hanem így egészen följött, úgy lett hozzá fölhegesztve. Ez egy nagyon szép bicikli volt, 26-os, ez nekünk pont méretileg gyerekeknek ugye pont jó volt. De hát utána én versenyeztem a Újpesti Dózsában 58-59-ben. Mint bicikli versenyző. Bicikli versenyző. Igen, igen, ott voltunk, és először egy favorittal, úgynevezett vaskerekű biciklivel, majd később egy lenyánóval bicikliztem. Hát az volt a Peterdi utcában, Pesten volt a edzőterem, illetve a műhely, és egy évben háromszor jött, vagy egy hetente háromszor jöttünk edzésre. Az volt egy edzés, hogy a Peterdi utcában, Hősök teréről följöttünk egész a Bécsi úton, a 30-as kilométer körül, Pirisjász falu fölött, ott volt a megfordulás, és vissza Pestre. Úgyhogy ez 60 kilométeres edzés volt, utánunk jött a edzőnk kismotorral, és hosszú kötőtűvel bögdösött, aki lemaradt. Úgyhogy így dopingolt minket. Ez egy jó módszer, az biztos. Csak aztán sajnos ugye érettségi
emiatt abba kellett hagynom a biciklizést, de utána tettem meg ezt a kerékpártúrát a Tátrába, és utána még volt 3 napom, ott akkor megnéztem még a Aggteleki cseppkőbarlangot, mert előtte a Szlovákiában a Domicát még megnéztem, és mondom, akkor volt még 3 napom, akkor azt megnézem, még fölmentem, reggel korán indultam Erzsébetről, este 8 órára fönt voltam Miskolcon, Kazincbarcikán, Putnokon keresztül Aggteleken. Nem semmi. Másnap elmentem a barlangba, harmadnap hazajöttem. Hát ez dicséretlen, az biztos eszméletlen. Akkor még 19 éves voltam. De Lajos bácsi, annyit még, hogy gondolkodott-e azon, hogy esetleg több ilyen régi veterán biciklit is begyűjt majd, hogy utána néz, kutakodik esetleg? Hát én utána néznék, csak sajnos anyagilag ez nekem nem nagyon megy, de mindenkinek, akinek látok ilyen öreg biciklit, itt Esztergomban is elég sok ilyen öreg bicikli van, például itt a Kisduna parton van egy idős hölgy, akinek szintén egy hasonló ilyen biciklije van, de nem csoda, hanem ilyen a lánckerék ilyen több részből van összerakva, illetve öntve, az is egy régi bicikli, egy idős hölgy, nem tudom, itt lakik a Kisdunaparton. Vagy például a Arany János utcai virágüzlet előtt van kitéve egy bicikli virágokkal földíszítve, az is egy 70-es évekbeli Csepel bicikli. Ezt onnan tudjuk, hogy rajta van a szám, meg a betűjel, és onnan meg lehet nézni, hogy mikor bicikli. Így van. Igen. Lajos bácsi, mit jelent önnek a biciklije? Hát a életformámat, mert én mindenhova biciklivel megyek, hát még annak idején, mikor Pesten laktunk, ugye itt laktak Esztergomban a rokonok, én az összes lehető útvonalon eljöttem Esztergomba. Jöttem Bácon keresztül, Szobon keresztül, aztán jöttem Szentendre-Visegrádon keresztül, oda vagy vissza, akkor jöttem Dobogókő felől, Piris-Szentlászlón keresztül, akkor jöttem javarészt Dorog felől jöttem, de volt olyan, hogy elmentem Pestről, ugye Bicske, Tatabánya, Dunalmán, és úgy Esztergom. Van-e még olyan túra esetleg, ami mindenképp részt venne biciklistaként? Hát most majd jövőre szervezi a Roland a Dunakanyar túrát. Sajnos az olyan, hogy ők Pestről jönnének föl Esztergomba, illetve azt hiszem Szobon keresztül jönnének át, és itt Esztergomba vagy Kertvárosban lenne a szállásuk, és másnap mennének vissza. Hát én ugye azért nem megyek le, és nem fogok hazajönni, hanem majd itt fogom én őket fogadni. Valószínű, hogy még főzök is majd nekik, itt fognak aludni, ez már szervezés alatt áll. Lajos bácsi, én nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Számomra ez egy megtiszteltetés volt, hiszen nagyon sok mindent megtudhattam önről, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy olyan élmény lehet, aki ezt látta, ezt a műsort, amiből csak talán merítkezhetünk, és nagyon büszkék vagyunk önre, hogy esztergomiként ezt a díjat elnyerte, és hogy ennyire vigyáz erre a bicikliére. Amit még megígérhetek a nézőknek, hogy Lajos bácsival találkozhatnak Maronka Csilla műsorában is hamarosan az Életek és Sorsokban, hiszen rengeteg olyan téma van még és történet, amiről ott majd részletesebben fognak beszélgetni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött Lajos bácsi. Én is nagyon szépen köszönök mindent, a meghívást, itt a lehetőséget, és köszönöm a szavazóimnak, a Párkányiaknak, a Garankövesdieknek, Esztergomiaknak, Esztergomkertvárosiaknak, és itt a stúdiónak, és a Fiagéz, a közösségi háznak, valamint Rozgonyi Rolandnak, a kertvárosi stábnak, hogy mindenki támogatott engem a szavazatával, anyagilag is, amikor volt a díjátadás. Köszönöm szépen a lehetőséget. Folytatjuk egy kis bejátszóval, ott is a biciklistáké lesz a főszerep. Megnézzük, hogy Esztergomban hogyan és miként veszik figyelembe a KRESZ szabályokat a biciklisek. Hát érdekes történet alakult ki belőle, nézzük meg most ezt. Egyre több biciklista nem tartja be a szabályokat Esztergomban az egyirányú utcákban. Az új jogszabályok ugyan engedélyezik a kerékpárral való közlekedést egyirányú utcákban, azonban ezt csak akkor tehetik meg, ha ezt egy kiegészítő tábla is jelzi. A szakemberek szerint mind az autósok, mind pedig a kerékpárosok is felületesen alkalmazzák az aktuális KRESZ-t. Azonban ma Magyarországon biciklis közlekedéshez nem kell semmilyen vizsgát letenni. A kerékpárosokat azonban ugyanúgy ellenőrzik és adott esetben büntetik is a rendőrök, mint az autóval közlekedőket. Itt
azért állunk itt, mert ezen a környéken jellemző az, hogy az egyirányú utcákban, ha autóval közlekedünk, akkor a szembeforgalommal is találkozhatunk, mi pedig kerékpárosokkal, és ez így nem helyes. Igen, ez egy gyakori probléma sajnos mostanában. Ez csak akkor lenne helyes a kerékpárosok részéről az egyirányú utcában szembe kerékpározni, ha ezt kifejezetten egy kiegészítő tábla megengedi. Természetesen ezt a behajtani tilosnál is jelezni kell, illetve az egyirányú utcában, tehát az autósok felül is ugye nyilván jelezni kell, hogy itt számítani kellene kerékpáros közlekedésre szemből. Abban az esetben, hogyha tegyük föl, baleset történik, ebből kifogadólag, akkor mire számíthat az, aki okozta, vagy aki ugye szemből érkezett? Valószínűleg szemből érkezett, mivel hogy ilyenkor őkre szabályt sért. Tehát innentől kezdve ezt így szankcionálják. Igazából olyan helyszíneken, ahol egyirányú utcába csatlakozik be egy másik, ott kell ilyenre számítani. Tehát felbukkanó, esetleg szabálytalan kerékpárosokra, és erre kimondottan figyelni kell. Tehát nem csak megszokottan az adott irányból kell körültekinteni, hanem sajnos ilyen helyzetekben erre is fel kell készülni. Amikor ezt a KRESZ szabály módosítás megtörtént, akkor az országos médiában elég sok helyen csak felületesen ennyi hangzott el, hogy igen, mostantól a kerékpárosok behajthatnak az egyirányú utcába szemből is, de sajnos azt a pici fontos dolgot nem tették hozzá, hogy ez csak akkor tehető meg, hogyha ez a kiegészített tábla ott van. Arról forgattunk, hogy most látjuk például, hogy nagyon szépen szabályosan közlekedett a kerékpár, ugye itt előfordulnak behajtani tilos táblák a környéken, és ugye a biciklistáknak valóban be lehetne hajtani, hogyha lenne egy kiegészítő tábla az új törvény szerint. Ezt erről hallott? Én nem hallottam róla. Figyelembe veszi a behajtani tilos táblákat, ha a kerékpárral jár, vagy? Igen. Igen. Minden esetben? Általában igen. És mit szokott tapasztalni a többi kerékpáros kollégával? Kerékpározok, az a helyzet. Ritkán kerékpározok. Igen, persze. Jó. De hogyha kerékpározik, akkor szabályosan. Akkor igen. Elnézést a zavarásért. Azzal kapcsolatban forgattunk, hogy a kerékpárosok mennyire veszik figyelembe behajtani tilos táblákat. Én felszoktam menni a járdára. Mit tapasztal egyébként a többi kerékpárossal kapcsolatban? Tetszik látni ott, amikor már egy kicsit azért túlzásba viszik a szabálytalankodásokat? Hát én autóval is szoktam menni, akkor zavar, amikor szabálytalan a kerékpáros. A zavar. Tehát ön odafigyel? Én odafigyelek. Ön rendszeresen biciklizik? Igen, én rendszeresen biciklizek. Mit tetszik tapasztalni, mikor közlekedik Esztergom utcáin? A kerékpáros kollégái, vagy éppenséggel ön mennyire tudják, vagy tartják be a szabályokat? Hát elég sok rossz tapasztalatom is van, de azért jó is akad. Én mondjuk a biciklis út mellett lakom, ott mondjuk nem nagyon van olyan, nem sok olyan dolog van, amit nagyon figyelni kell, de a városban sokszor adódik, hogy nem tartják be, átmennek olyan helyeken, ahol nem lenne szabad, illetve autókat nem igazán vesznek figyelembe. Én részemről ezt nem szoktam tenni, mert én autót is vezetek, tehát én tudom, hogy mi az, hogyha elém lép valaki, meg hát kisgyerekek vesznek körül, úgyhogy különösen oda szoktam figyelni, és mindenkinek nagyon tanácsolnám, hogy a maga módján nézzen körül, és figyeljen, mert bizony veszélyes a bicikli. Most éppen oda megyek, mert a fékemmel van egy kis gond, nem érzem magam biztonságban, és éppen ezért most állítatok rajta. Mennyire figyel oda, amikor biciklivel közlekedik, hogy betartsa a közlekedési szabályokat? Hát azért igyekszem betartani a szabályokat. Kicsit azért nézem a táblákat is, hogy nagyon ne a forgalommal szembe menjek, hanem ha bár úgy hallottam, hogy a biciklis mehet szembe is a forgalommal. Ez így igaz, csak egy kiegészítő táblát kell elhelyezni, amit sajnos sok esetben hiányzik. Így egyébként nem lenne szabad. Hát akkor fölmegyek a járdára. És akkor a járdán közlekedem, aztán úgy nagy bajt nem okozok az autósok körében. Mennyire figyelsz oda, amikor közlekedsz a városban, hogy azért a KRESZ szabályának megfelelően használd a biciklidet? Hát igen, igazából én csak kerékpára vagy gyalogosan közlekedem itt Esztergomban. Hát amióta ugye nagyon odafigyelnek erre az egyirányú utcáknak a helyes használatára a kerékpárosok szempontjából is, igazából én is odafigyelek jobban. Eddig volt egyszer-kétszer olyan alkalom, amikor egyirányú utcából ugye szabályellenesen közlekedtem. Most már azért nagyjából figyelek oda azért, hogy a kiegészítő táblákat oda. Igen, mert ez fontos, hogy a kiegészítő táblák, ha ott vannak egyébként, akkor be lehet hajtani biciklisnek, de Esztergomban ez nem nagyon
jellemző. Igen, mondjuk én még nem találkoztam igazából olyan, sok olyan kerékpárossal találkozok, aki tényleg igazából fittyet hány az ilyen dolgokra, nem veszi figyelembe ezeket a táblákat. Hát igazából azt veszem észre, hogy azért a kerékpárosok is azért használják, próbálják ezeket a szabályokat betartani. Mikor biciklizel, mennyire figyelsz oda a táblákra, a kresztáblákra? Úgy hallottam, hogy te azért eléggé felkészült vagy ebből. Igen, hát ha úgy van, akkor mindig megnézem először, hogy merre, és hogyha kereszteződésben vagyok, akkor mindig kiteszem a bal kezemet, vagy amerre kanyarodom. Mit tapasztalsz itt, az autósok mennyire figyelnek oda a biciklisekre? Hát néhány helyen szoktak, mondjuk a körforgalomnál elég sokszor. Ahol meg sok gyalogos van, ott is általában. Ennyi volt már a háttér, a képernyő alján már olvashatják elérhetőségeinket. Tudják, hogyha ötletük van, vagy véleményük, küldjék el nekünk, és mi ezt természetesen megfogadjuk, vagy éppenséggel feldolgozzuk témaként. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva jön ismét a háttér, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.